tévévitát kezdeményezett a népszavazásról, az Együtt. Szigetvári Viktor az ATV stúdióiban vitázna pártok képviselőivel. Szerinte a nézetek ütköztetése segíthetne valóban megismerni a pártok álláspontját. A népszavazás mellett az ősz fő témája a politikában az oktatás és az egészségügy helyzete lesz. Valamennyi frakció készül a saját javaslataival, amelyeket a parlamentben vitathatnak majd meg. Hetek óta láthatóak a kormány népszavazási plakátjai, azóta több ellenzéki párt is bemutatta kampányát, illetve hogy mire buzdítják a szavazókat. Az Együtt azonban nem állna meg itt, egy tévévitát is tartana a referendumról, amelyet az ATV-ben rendeznének meg. Össze kell mérni, hogy ki mit gondol a menekültválságról, a Európa biztonságáról, a terrorellenes küzdelemről, arról, hogy hogyan lehet itt együtt élnünk magyaroknak és másoknak, és erről szerintem érdemes ennek a népszavazásnak a kapcsán beszélni egy tévévitában. Több ellenzéki pártól is kapott visszajelzést arra, hogy nyitottak egy ilyen vitára, a kormánypártoktól viszont eddig nem érkezett válasz. Kerestük a Fideszt is, de adásunkig nem reagáltak a kezdeményezésre. Az ATV hírigazgatója a következő napokban válaszol a párt megkeresésére. Egyébként hamarosan ellenzéki választási reklámok is megjelennek a TV csatornákon. Az LMP, bár nem kampányol, az esetleges tévévitától nem zárkózik el. Az LMP elmondta, hogy mit gondol erről a referendumról, és elmondtuk, hogy többek közt ezért sem kívánunk részt venni azt megelőző kampányban. Ugyanakkor egy ilyen nyilvános vita az nem elutasítandó, de erről az országos elnökség hozhat döntést, amennyiben egy felkérés megtörténik. Az MSZP frakcióvezetője szerint valós vitára lenne szükség, olyanra, amelyen a kormánypártok is részt vesznek. Tóth Bertalan elmondta, hogy felelős és kezdeményező ellenzéki munkára készülnek az őszi szezonban. Öt kiemelt témakör van, amelyben kezdeményezni fogunk. Egészségügy, oktatás, a szegénység felszámolása, biztonság kérdésköre és a korrupció felszámolása. Ezügyben már két esetben is tettünk javaslatot, egy antikorrupciós csomag, illetve egy biztonsági javaslatcsomag a határvédelemmel kapcsolatban. Ezekről is egyeztetnek még a hétfőn kezdődő kétnapos visegrádi frakcióülésen. A Fidesz-KDNP frakció szerdától Balatonfüreden a kvóta referendum mellett az oktatás és az egészségügy átalakításáról is egyeztet. A Jobbik és az LMP is tart ki helyezett frakcióülést. Az LMP frakcióvezetőt is választ, miután Schiffer András távozott a képviselőcsoportból.